Palaszpáholy a találkozások és a párbeszéd helye. A Palaszpáholy megalakulása óta Budapest egyik meghatározó értelmiségi műhelye és találkozóhelye. 1993. szeptember 20-án avatta föl Göncz Árpád ezt a helyet, de a történet az nem 1993-ban, hanem 1990-ben kezdődött. A rendszerváltást követően sok értelmiségi vesztette el munkahelyét, vált talajtalanná. Keresték egymással a kapcsolatot, a lehetőséget, hogy valamit tenni tudjanak a megváltozott új viszonyok között. Kezdetben hivatalos keretek nélkül jártak össze, majd mikor lehetőségük nyílt megszerezni a Páholynak ma is otthont adó Alkotmány utca 15 szám alatti ingatlan pincehelységét, akkor már adta magát, hogy klubot alakítsanak. Mára mintegy 50 szervezetet tömörít a Palaszpáholy. Ezek szakmai körök, bizonyos emberek köré tömörülő közéleti társaságok, illetve olyanok, amelyek a társadalmat az adott időszakban foglalkoztató problémákat próbálják értelmezni és továbbvinni a saját környezetükbe. Ezek nem mi hozzánk tartozó szerveződések, hanem mi egy hátteret, egy infrastruktúrát próbálunk biztosítani. Az egyesület tevékenysége igen széles körű. Rendszeresen szerveznek találkozókat művészekkel, közéleti személyiségekkel, vitaesteket, író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat. Költők, írók, rendszeres találkozóhelye a Palaszpáholy Kertész Ákostól Bitó Lászlóig. A klub fontosnak tartja, hogy helyszínt és lehetőséget biztosítson a különböző nézetek megvitatására. Saját klubjai, mint például a Maholnap és a Biztonságpolitikai Klub igyekeznek gyorsan reagálni a világ történéseire, az aktuális közéleti társadalmi problémák, jelenségek szakértőinek meghívásával. Az élet csinálja a mi programjainkat, mindenféle eltérő nézeteket lehet egyeztetni egy ilyen semleges helyen. Az nem nagyon fordul elő, hogy a Palaszpáholyba, ha bárkit meghívunk, bármilyen állami vezetőt, hogy azt mondanák, hogy most nem érünk rá. 2004. szeptember 1-e óta üzemel a www.klubhaló.hu weboldal, amelyen a Palaszpáholyjal kapcsolatban álló klubokról találhatnak információkat az érdeklődők, az eseménynaptárból pedig értesülhetnek az aktuális rendezvényekről is, melyek döntő többsége mindenki számára nyitott. A honlap névválasztása sem véletlen. A Palaszpáholy toldalék neve a Klubháló. Mert ez egy hálózat gyakorlatilag, ahol a hálózati csomópont mindig éppen az a szervezet, amelyik az adott téma szempontjából legnagyobb szakértelemmel, vagy a legfontosabb közéleti személyiséggel rendelkezik. A Páholy klubjai és tagjai, akár csak rendezvényeinek résztvevői között minden korosztály megtalálható az egyetemistáktól a nyugdíjasokig. Minden egyes szervezetben, vagy a társadalom mindenféle csoportjában az a jó, hogyha a korosztályok keverednek. Hogyha csak valamilyen korosztály képviselőjével áll valamilyen szervezet, akkor szükségszerűen nem bírja tükrözni annak a bizonyos társadalmi problémának, amiről éppen szól az adott szervezet, minden részletét, hiszen valamilyen, az öregek problémája az ugyanúgy tartozik a fiatalokra, mint az öregekre. A Páholy tevékenysége nem korlátozódik csak rendezvények szervezésére. A Dunaparti Bibószobrot például 10 klubjuk összefogásának köszönhetően állították. Ezen kívül a Pálász irodalmi és nyomdai erdély hagyományait követve könyvkiadással is foglalkoznak. Akik jelentkeznek nálunk egy könyv ötlettel, hogyha meg tudjuk szerezni hozzá, vagy meg tudjuk szervezni hozzá a forrásokat, akkor azt kiadjuk. Mindenféle megszorítások és mindenféle társadalmi problémák közepette a könyv az egy összefogó erő. Legújabb vállalkozásukkal a filmvilágába kalandoznak majd el. A hagyományokhoz is igazodva, de egy kicsit a jövőbe tekintve mi szeretnénk minél jobban megörökíteni a ma eszközeivel is azt az életet, ami jellemző az országra. Van egy ilyen törekvésünk, hogy a közeljövőben már voltak próbálkozásaink, nem is eredménytelenül, ilyen dokumentumfilmeket itten bemutassunk.